Megtelt a Continental Arena küzdőtere, a felkészülés kezdete előtti hagyományos képzőtáborba mintegy 50 kosárlabdázó jelentkezett. A játékosok több korosztályt képviselnek, így a feladatok is az életkornak megfelelőek. Ami újdonság az elmúlt évekhez képest, az a szakmai vezető személye. Merin Mehmedovics közel 20 évvel ezelőtt már irányította a nyíregyházi felnőtt csapatot, most pedig az utánpótlásban dolgozik majd. Mohácsi Máté klubvezető, én régi játékosom. Megkeresett és megbeszéltünk, hogy neki kell egy ember, aki kell szakmailag felügyelni utánpótlás és segíteni felnőtt csapatnak. Ahhoz képest, hogy voltam Nyíregyházán, én ismerem mindenkit. Hát ez olyan jó ajánlat van. Ilyen korban, milyen most vagyok, szerintem legjobban tudok segíteni fiataloknak a szakmailag. És tudjunk mindenki, hogy ez egyik legnagyobb probléma a magyar kosárlabdának. Én szerintem ez egy jó kapcsolat lesz. Itt van nagyon sok fiatal kollégák, akikkel egy kicsit tanítani, átadni a tudást, a tapasztalatot. Szerintem jó lesz. A szakember szerint, aki tanácsadóként segíti a felnőtt csapat vezetőedzőjének, Horváth Ákosnak a munkáját, fontos, hogy minél több helyi fiatal kapjon lehetőséget a bizonyításra. Minden városának, kosárlabdának, minden sportklubnak ez a lényege, hogy a hazai gyerekek egy kicsit neveltünk, és a tudunk csinálni belülünk a játékosok, aki szerepelnek a legmagasabb versenyszintű. Erre szerintem ezt a B-csoportos csapat ez ideális, nagyon sok magyar játszik ebbe ligába, és neki lesz a lehetőség. A saját nevelésű Verebélyi Áron eddig valamennyi táborban ott volt. A 16 éves kosaras már tagja a felnőtt csapat keretének. Nagyon sokat segít abban, hogy az augusztusi edzések ne legyenek olyan hirtelenek, mikor ugye az első edzések nagyon, nagyon futósak, nagyon kondícióra épülnek, és ebbe segít az, hogy egy 5 napos edzőtáborba valamennyit erre rá tudunk készülni. Az egyik új játékos, Geiger Bálint, Salgótarjánból érkezett Nyíregyházára. A 24 éves, 1-es-2-es poszton bevethető kosaras elmondta, hogy mi döntött a kékcápák mellett. Az, hogy egy profi klub, az, hogy tavaly még ugye az élvonalban játszottak, az A csoportban. Sok olyan játékos van, akit ismerek, például Füzi Róbert, ő volt csapattársam is Sopronban. Úgyhogy ezek tényleg tetszik a egész koncepció, örülök annak is, hogy a Merim, mint szakmai igazgató a klubnak a része, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. A tábor pénteken zárul, a felkészülést pedig hivatalosan augusztus 7-én kezdik el a kékcápák.